Szevasztok, ez a Betonfilia, és Szent Iványi Réka kiállításán vagyunk. Uda Szandra volt ennek a kiállításnak a kurátora, és nagyon klassz kis tárlatvezetésben lesz nem sokára részletek, úgyhogy tartsatok velünk. Nincs ebben semmi. Oké. Tehát lenne egy pár kérdés még, mielőtt elkezdjük a tálatvezetést, mégpedig, hogy ismerkedtetek meg Tordjánnal, illetve miért így hívják, miért ez a téma? Tordjánt a bátyámon keresztül ismertem meg. Ők régebben együtt dolgoztak a Marci Bányi téren a mozgássérült központban, ott végezték a polgári szolgálatukat, mind a ketten gondozók voltak. És ott jóba lettek, és sokat mesélt nekem róla a testvérem, és engem ez annyira izgatott az ő környezete, meg az ő karaktere, hogy kértem, hogy vigyen el hozzá a lakását. És akkor egyszer csak összehoztunk egy ilyen találkozót, elmentünk az ő lakására, és már az első alkalommal vittem magammal a fotós felszerelésemet, tehát okos voltál. Aha. És egyszerűen annyira intenzív volt ez az első találkozó, hogy rengeteg kép készült. Tehát itt a kiállításon, amik látható képek, azoknak az 50%-a az első alkalommal született meg. Például... Megy. De tulajdonképpen ez a fal itt, ez mind az első alkalommal készült. Olyan volt ez a találkozó, illetve ez a fotózásra eltöltött nap, mint egy ilyen divatfotózás. Azt azért teljesen hiszem el, de a hozzáállás meg ahogy az egész fotózás profi volt, igen. Hogy megvoltak a különböző helyszínek a lakásban, és akkor én ott szépen beállítottam a fényeimet, és fotóztam. Tehát ilyen tökre természetes volt az egész, teljesen egymásra hangolt. Teljesen spontán volt, de azért én is belenyúltam ezekbe a helyszínek, tehát hogy a hózókban meg. Hát nyilván kicsit irányítottad az egészet. Tehát igen, abszolút igen, irányítottam. Persze volt olyan is, ami magától alakult. Például hogy ott áll a boros pohárral. De ez kinek az ötlete volt, hogy mesztelen legyen? Ez a bátyám, mert ötlete volt, mert ők elkezdtek borozgatni. Aha. Egyébként nagyon jó volt, hogy ott volt a testvérem, mert azonnal egy ilyen oldott állapot volt. Aha, igen. És ez nekem meg nagyon kényelmes volt, mert én hátra vonulhattam, és egy ilyen megfigyelő útba átmehettem. És csak a fotózásra tudtam koncentrálni, tehát tulajdonképpen tárcám volt előttem a téma, és ez egy abszolút egy spontán helyzet volt. Borozgattak, és akkor a testvére mondta neki, hogy miért nem vetközöl le, és abban a pillanatban levetkőzöttek, hogy nem nagyon kellett őt noszogatni. És akkor utána minél több bor fogyott, annál... És milyen technikával fotózol? Én filmre fotózom. Tehát ez érdekes azért, hogy a beállítások azok milyen jól sikerültek. Nem lehetett itt millió képet körülni. Nem. Tök jó. Én az analóg, tehát az autonóm témáimat, azokat analóg technikára készítem. Nagyon szeretem a filmet, több okból is. De ugye főként ezért ez egy teljesen más hozzáállást igényel, szerintem sokkal fókuszáltabb, sokkal fegyelmezettebb hozzáállás. Abszolút, be kell állítgatni mindent. Igen. Nem lehet kapkodni. És szerintem sokkal izgalmasabb is. Tehát, főleg, amikor előhívod a képeket. Igen, de ennek ellenére, hogy így a filmre készítettem ezt a sorozatot, nagyon sok kép készült. Tehát, hogyha itt megyünk tovább, ezek is mind az első alkalommal készültek. Mondom, tehát rengeteg kép született.
És utána... És ezek már inkább ilyen beállítottak azért. Beállítottak is, igen. Van egy pár, igen. Aha. De ezért egy nagyon jó fotóalany akkor. Na, nagyon, nagyon, igen. Mert azért, mert... Hát, igen, meg hát valamire élvezte. Igen, tehát, igen, igen. Élvezte, mivel otthon van egész nap, aha. Az anyukájával él ebben a másfél szobás lakótelepi lakásban. Van még egy kutya, meg egy macska is. Uh-huh. És ez nem csinál semmit. Tehát ez neki egy tök jó esemény ez volt. Ez egy ünnep volt számára. Igen. Aha. Úgyhogy ő ezt élvezte. És ezek a ruhák, meg a smink, ezt saját magát kisminkelte. Anyukája tud erről, hogy... Nem tud róla. Az anyukája. De amúgy, ahogy megismertem az anyukáját, teljesen laza. Tehát ugye itt az anyukáját látjuk ezen a triptikonon. Tehát nekem ő egy nagyon kellemes meglepetés volt, mert a tornyán sokáig titkolta az anyukáját. Tehát én már korábban is feszegettem, hogy szeretnék vele megismerkedni, meg szeretnék róla képeket készíteni, de valamiért titkoltam meg ez ilyen tabu volt. Uh-huh. És, nagyon intim élete. Igen, és valahogy teljesen máshogy képzeltem én őt el. Tehát azt hittem, hogy ő elfojtja Gábort. Tehát, hogy így ő miatta alakult ki egy ilyen helyzet, és közben meg nem, tehát uh-huh. ő egy nagyon, nagyon nyitott, nagyon laza nő. Tök jó, aha. És ez úgy született ez a kép, úgy sikerült őt amúgy megismernem, hogy elhívtam őket egy fotóstúdióba, hogy készítsünk. Aha, akkor ez már ilyen, aha, fotóstúdiós. És akkor utána már lehetőségem nyílt hozzájuk úgy is elmenni, hogy ő is otthon volt. Uh-huh. És akkor a saját környezetükbe is tudtam róluk képeket csinálni. És innentől kezdve ez már egy teljesen jól működő kapcsolat volt. Okay. Ez a kép már egy másik alkalommal készült. Tehát miután megismerkedtem a Tordiannal, és elkezdtem hozzá visszajárni, utána már jóval kevesebb kép készült. Tehát így, ami látható képek közül, minden alkalommal egy, vagy maximum kettő kép készült. Fú, hát ez nagyon kevés. Igen, de ez tehát igazából utána kezdtünk el megismerkedni, tehát igen. Az első alkalommal így kijött nagyon sok... energia. Igen, és akkor meg utána kellett egy kis idő is nekem is, hogy megint hát ezt feldolgoznám. Igen. És akkor ez egy másik alkalommal készültem, hogy ezzel a képben rajta van a bátyám is, nagyon picit lehet látni. Hú, fejezt lehet, hogy nem fogjuk, hol van, én se látom. Itt a sarkája, és itt az arca. Ez nehezen látható, uh-huh. Úgyhogy ennek örülök, hogy ő is rajta van. Igen, ez milyen jó. Aha. Nagyon tükröződik ez a helyzet. Igen. Meg itt nagyon helyes rajta a Gábor igen. is, azt igen. kell, hogy mondjam. Valahol kifejezetten jó képviselő. Igen. És te mit gondolsz, ő boldog? Én szerintem igen. Szerintem én azt láttam rajta, hogy ő teljesen jól el van a kis uh-huh. mikrokörnyezetében. Uh-huh. Hát, egyébként nagyon sokat olvas, meg abszolút napra kész politikailag teljesen, uh-huh. meg teljesen abszolút tájékozott. Uh-huh. És azért Tordján, mert hogy annyira szerette a kis gazdapárkot, igen, az igaz? Igen, onnan van a becenév, uh-huh. hát ő Tordján párti uh-huh. volt, és akkor ez így ráragadt. Tök jó. Na jól van, és akkor igen, ez a következő. Egy másik alkalommal készült, akkor is azt hiszem ez az egy kép készült, itt ez így volt, tehát hogy ez a kád, és akkor ez a csendélet fogadott engem a fürdőszobában. Ezt szerintem minden lányt levenne a lábáról, igen. nem? Hogyha egy ilyen találkozni. Igen, tehát ez ilyen teljesen természetesen így működik náluk. De ez a fürdőkád? Ez a fürdőkád, jó, igen. Jó. Ez nem a mosogató. Uh-huh. Igen. Hát figyelj, látszik, hogy használják, nem? Igen, ezt gondolom, hogy azt szereted ezt a sorozatot. Igen.
Itt még a régi macska látható a képen. Ó, meg meghalt valamelyik? Vagy? Igen, igen, most már új macska volt, és vicces volt, mert kértek tőlem képeket, amin látszik a macska, de elég nehezen tudtam olyat összeválogatni, ahol olyan pózban van, amit mondjuk megőriznének szívesen. Ah, itt is látom, majd van egy kis pirosító egyébként a arcán. Igen, ez is még az első alkalom amúgy. Nagyon jó. Mondjuk ez jól mutatja, ez a sorozat az, hogy minden beállásnál tehát, hogy több kép készült. Igen. Hogyha mondjuk a kontaktokat megnéznénk, ott tök jól végigvezethető az egész folyamat, hogy egy helyszínen hány kép készült. Kattintása. Ez a két kép szintén az első találkozás volt, ugye ott van a kutya is, aki egy fontos szereplő. Ajjaj. Itt is ez aranyos kép. Ez egy ilyen japán harci kutya. Igen, a Akita. Igen, és tök drága. Szegény ott lakik ebben a panel környezetben. De amúgy a kutya sem frusztrált, tehát hogy tök jól el van. Hát foglalkoznak vele, igen, gondolom. Igen, szeretik nagyon. Meg mennek ugye minden nap 3-4-szer sétálni, úgyhogy... Igen, és ez a kép, ami egy kicsit olyan, mint Szűz Mária harmad magával, vagy hogy figyelk ezt el, az egy Leonardo kép, már nem elfelejtettem. Igen, egy ilyen klasszikus kompozíció. Igen. Nagyon kopintottad a kompozíciójukat. Igen. Nem véletlenül ihletett meg. Hát, igen. Ezt is nagyon sokan szeretik amúgy, ezt a képet. Ez egy nagyon komoly macsós kép, Playboyban a helye. Igen, elmondolkozó. Ez a kezdet. Szerintem azt hiszem, hogy talán nem volt a legelső. Ez a kettő itt szivaroztak a bátyámmal, miközben borozgattak. Hát tudnak élni. Ez meg szintén egy külön találkozás volt, lementünk sétálni kutyával, és állati jól nézett ki ebben a napszemüvegben, amiből mondjuk kevés látszik, de olyan magával ragadó volt, mondjuk örülök neki, hogy ez a csillanások így megmaradtak. Ez visszajött ez a szexi kerszemüveg. Igen, gyönyörű valami kerettel. Hát egy ideig ez volt a számítógépén a háttér. Ó, a háttérkép. Igen. Igen. Hát ezt jól kiválasztotta igazán. Ez így mit hozzáfézni, igen. Lényegre törő, igen. Abszolút. Ez is aranyos, ez a kis kiflis. Igen. Itt a régi cica. A régi cica, igen. Tehát a találkozásaim során kiderült, hogy Tordján szokott kurvázni. És ő teljesen nyitott volt rá, hogy én ezt fotózzam, vagy videófelvételt készítsek róla, és ezzel rajta is voltunk, hogy ez megvalósuljon. És szerettem volna mindenképpen, hogy a kiállításon ez szerepeljen is. És az utolsó pillanatban sikerült. Tök jó. Kétszer kellett nekiállni, mert az első alkalommal nem jött el a lány, meg a Gábor sem érezte annyira jól magát, úgyhogy átszaktuk a következő napra, akkor már teljes siker volt. Akkor siker volt, igen. És én végig benn voltam, tehát két kamerával vettem föl az aktust, volt egy fix kamera, és a másikat pedig kézből. Teljesen jó. Egyébként nagyon érdekes tapasztalat volt, ahogy amikor felhívtam a lányt, meg ahogy leszerveztük az egészet, hogy nem teljesen természetes volt, mint hogyha bármi
más dolgot szervezzék, nem vagy, vagy... Ja igen, hogy nem akadt azon fent, hogy, igen, hogy felvennéd. Igen, hogy egy teljesen hétköznapítással adás lett volna. Ja. És akkor ugye persze a telefonban le kellett vele egyeztetni, hogy, hogy kamerázni fogok, ja, igen, hogy igen. Milyen célra fog készülni a film. És hát, hogy minden rendben működött. Igen, igen. Nagyon aranyos lány volt. Igen, nekem is szimpatikus. Hát, és ha ezt szeretem. Aranyosak így. És izgultál egyébként, amikor ott voltál bent? Vagy ez így milyen érzés volt? Nem volt ilyen, nem tudom, rossz érzés, vagy... Vagy itt előtte egy fölített parkat. Nagyon izgultam, nem, nagyon izgultam, tehát legalább annyira izgultam szerintem, mint a lánya, hogy belép egy ilyen teljesen idegen környezetben, egy olyan környéken, ahova mondjuk nem minden nap jár az ember. Uh-huh. Tehát, hogy ez is egyébként elképesztő volt számomra, hogy tudja ő ezt elvállalni. Hát igen. Nekem is ez az érzés. Tehát, hogy ez volt nagyon félelmetes, és akkor utána már úgy ment minden magától, tehát koncentrálni kellett, tehát ugye már benne voltam a szituációban, és akkor... Úgy nem, úgy el tudtál vonatkoztatni, igen. Vagy úgy nem tudtál már emiatt izgulni. Igen, igen, tehát hogy akkor abszolút működött az adrenalin, tehát tudtam igen, odafigyelni. Erre összpontosítottál teljesen. Most hova ment ki? A csajsz néző utána. Hát, ja, mert nagyon félt a lány a kutyától, ja, és el kellett zárni a kutyát. Ja, és akkor előre ment, elfogta a kutyát, ja, és... Ja, ezt említettem. A csajszik akkor... meg úgy engedte ki, aha. Igen. És utána így mit beszélgettetek a eset után, vagy a aktus után így? Hát... Hogy beszélgettél hát így egy kicsit vele még? Persze, utána még beszélgettünk, és... Hát látszik a videón, hogy igazából nem volt sikeres az esemény. És Tordján arra hivatkozott, hogy nem tetszett neki a lány. Vicces volt, utána kérdeztem... Jaj! Nem tudom, mi riasztó. Mi riasztó volt? Aha, szerintem igen. Szerettem. Remélem élveztétek, kövessetek minket a Facebookon. Csá!